Köszönöm szépen, nagyon sok szeretettel köszöntök minden kedves vendéget a mai koncerten. A címet nem én adtam ennek a koncertnek, de abszolút igaz, hogy az egy tagú zenekar, a harmonika, biztos a Sárközi Zoli volt ilyen kreatív és adta ezt nekem, de megengedem neki, mert hogy kollégám alapból is a művészeti szakközépiskolába. Szóval, hogy harmonikáról fog szólni a mai, most már nem 45 perc, hanem most már csak 41 perc, mert hogy körülbelül 4 perc volt. Az első zenemű Astor Piazzolla Libertango című darabja. Astor Piazzolláról többször lesz majd szó úgyis, mivel idén lenne 100 éves, ezért jubileuma van neki.
egy argentin zeneszerzőről van szó, akinek nagyon-nagyon sokat köszönhet a harmonika, mint hangszer. Ő volt az, aki a harmonikát a komoly zenei színpadok felé terelte, de későbbiekben úgyis lesz még más műve is a mai repertoárban, úgyhogy fogok még róla beszélni. Szóval, hogy a harmonika lesz ma a középpontba, és igyekeztem úgy összeválogatni a mai műsort, hogy minél színesebb legyen, valamint, amit már az említettem, hogy Piazzollára is megemlékezzek. A második zenemű egy orosz zeneszerző szerzeménye, méghozzá Nikolaj Csajkin, aki az ottani harmonika típusnak, a baján harmonika típusának az egyik legjelentőségteljesebb alakja. Az őnek ez egyik legfontosabb műve következik, pontosabban annak a második tételen, mert amúgy az egész mű az azt hiszem 40-50 perc, úgyhogy azt inkább gondoltam, hogy mégsem, de hogy a második tétele az csak röpke 7 perc, úgyhogy azt fogom itt most bemutatni. Tulajdonképpen egy szonátáról van szó, négy tételes darabról van szó, amelyet úgy írt meg, hogy minden tételt egy picit más műfajban, más stílusban írta meg ezt a második tételét, amit most fogok játszani, ezt egy picit ilyen orosz romantika stílusában írta meg. Fogadjátok, tegeződünk, azt hiszem, mert itt majdnem én vagyok a rangidős, úgy érzem, a magam 32 évemmel, úgyhogy fogadjátok nagyon sok szeretettel. Thank you.
Köszönöm szépen, Csajkin Hámol szonátájának második tétele hangzott el, és ha harmonikáról egy kicsit, a harmonika a többi hangszerhez képest nagyon fiatal hangszer, ugyanis alig 200 éves, 200 éve találták fel ezt a hangszert, annak idején vélhetően 1821-22-ben Németországban, méghozzá Berlinben egy hangszerész mester, aki egyáltalán nem akart harmonikát, sőt hangszert se készíteni, hanem egy hangológépet akart készíteni tulajdonképpen, és annak idején még a harmonika úgy indult, hogy ugye három részből áll a harmonika, van a jobb kéz része, ami hasonlít ugye a zongorára, ezért szokták mondani, hogy biztos tudok zongorázni, hát emiatt biztos, hogy nem, de amúgy meg valamennyire tényleg lehet átmentet találni a két hangszer között. Van egy középső rész a légszekrény, ahol teljesen véletlenül a levegő található, illetve hát, hogyha beszippantja, akkor található a levegő, és van a bal része, az a gombos része, ahol meg a basszusok találhatók. És szóval annak idején, amikor még indult a harmonika, akkor még ez a bal része, a basszus része abszolút nem volt, hanem csak a középső, a légszekrény és a jobb keze, mert hogy egy hangoló berendezést akart készíteni az ürge, akit úgy hívtak, hogy Friedrich Buschmann, és a fejére tetejére állította a harmonikát, és ameddig a légszekrény, ameddig volt levegő, addig megnyomott egy gombot, és addig a másik kezével tudta hangolni az adott hangszert, ami éppen volt hegedű, vagy akármicsoda. És akkor rájött, hogy akkor hát ez mégsem akkora hülyeség, hogy lehetne ezt másképpen is fogni. Valamint még hozzátett egy-két basszus hangot, és akkor így jött létre nagyon-nagyon röviden zazzásítva a harmonika. 100 évig alakult ki a mai formája, és az 1900-as évek elején lehet mondani azt, hogy kialakult a mai modern harmonika, még nem egészen így nézett ki, és nem egészen így ilyen anyagokból állt, faanyagokra gondolok, műanyag és egyéb más anyagokra, de gyakorlatilag már nagyon-nagyon hasonlított a mostani harmonikára. És majd fogok erről a konkrét harmonikáról is beszélni, mert ez egy egyedi készítésű olasz hangszer,
De akkor először még lejátszom a következő zeneművet, amely Brahms 21 magyar tánca közül az 5. lesz, fogadjátok nagyon sok szeretettel. Köszönöm szépen! Ismételten egy romantikus kori mű következik, méghozzá Angliából. Edward Elgar, angol zeneszerző egyik legismertebb műve, Salut d'Amour című zenemű következik, amelyet tanítványának írt, mert hogy el is vette feleségül ezt a hölgyet, úgyhogy ezt eljegyzés ajándéknak szánta. Salut d'Amour, fogadjátok nagyon sok szeretettel!
Köszi, köszi. Köszönöm szépen. És akkor egy picit a harmonikáról. Ki ez, aki már fogott életébe harmonikát? Hú, de sokan vagytok. Erre nem számítottam, várjál. Akkor újra kell. Na szóval, hogy ez a harmonika, ami most éppen rajtam van, ez egy olasz harmonika, amely 7-8 éves, annak idején 7-8 éve lementem Olaszországba, és ott van egy Castelfidardo nevű város Ancona megyében, a tengerparton, ami körülbelül Pécs nagyságú, tehát 150-160 ezer lakos, hogyha jól emlékszem, és ott minden bokorba, minden második emberke harmonikát javít, készít, és ezen ügyködik. És annak idején lementem, és végigjártam az összes nagy vállalatot, és a Bugári, mert hogy ez a márkája, ennek a Bugári Armando, ennek a harmonikának a neve, gyár tetszett a leginkább, és ott voltak leginkább barátságosak velem, és akkor gyakorlatilag egy nagyon-nagyon saját egyedi készítésű harmonikám lett, mert hogy szinte mindent a színétől kezdve mindent meg lehetett szabni, hogy éppen mit akarok. Ugye a harmonikának az egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy különböző hangszínei vannak, ezek a hangszínváltók, vagy regiszterváltók, és ugye különböző hangszíneket tud, ezt mindjárt meg is mutatom. Például tud ilyen nagyon mély hangot, ez a legmélyebb hang. És például tud ilyen nagyon magasat, ez meg a... nyilvánvalóan a legmagasabbak. Szóval, hogy ilyen egyéb tulajdonságai, ami tényleg fontosak a harmonikának, ezeket is mind én szabhattam meg, nyilván az ő irányításukkal. Úgyhogy egy nagyon-nagyon jó kis hangszert sikerült kiválasztanom, és a mai napig is remekül működik. Már beszéltem róla, ugye a harmonika honnan származik, német származású, de ma már szinte minden országban használatos ez a harmonika. Különböző típusai vannak, bandoneon, koncertina, baján harmonika, ezekről most egyáltalán nem fogok mesélni, de hogy nagyon sokféle típusa van neki, és nagyon-nagyon sok országban itt körülöttünk, kivéve Magyarországon, nagyon-nagyon fontos hangszer, ha csak a horvát vagy a szerb kultúrára gondolunk, akkor ott is egy alaphangszer a harmonika, vagy éppen az osztrákoknál, a németeknél. És akkor most egyet itt vágok, és majd folytatom tovább a mondani valómat, mert hogy egy zenemű következik, méghozzá egy olyan zenemű, amit 1800-as évek végén írtak, Vittorio Monti nevezetű figura, olaszországi zeneszerző, és az ő legismertebb műve a Csárdása következik. Fogadjátok sok szeretettel! Thank you.
Köszönöm szépen. És akkor egy olyan darab, Oroszország megint, Derbenko nevezetű zeneszerző, aki nem normális, de hát ezért szeretem. És a következő mű is pont ilyen, hogy nem normális darab, de hát pont ezért játszom. Kortárs zeneszerzőről van szó, aki írt egy remek darabot, legalábbis hát szerintem. Ezzel a darabbal egy a baj, hogy nem én írtam, szokták volt mondani, és ez tényleg így van. Derbenko Carmen Collás című darabja következik. Fogadjátok nagyon sok szeretettel. Thank you.
Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, és akkor a végére maradt, hogy civilben tanár vagyok, úgyhogy nagyon sok szeretettel várok minden kedves harmonikázni vágyót, Pécsett, alapfokon, középfokon, hát ki mennyire. Ennyien sokan fogtatok harmonikát, akkor már biztos, hogy itt mindenki zseni belőle, úgyhogy nagyon sok szeretettel várok mindenkit Pécsen harmonikázni. És akkor az utolsó zenemű egy orosz fantázia nevű darab lesz, amely annak idején Hán Antal írt meg két orosz népdal feldolgozásából. Ezt hozzátettem még jó néhány népdalt, azokat is feldolgoztam, átdolgoztam, tehát sok-sok orosz népdal össze-vissza dolgozása következik.
Köszönöm szépen! Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, azt, hogy ilyen esőben is kitartottatok. Köszi szépen! Kéméni Tamás harmonika. Köszönöm szépen!
Jó, nagyon gyorsan visszatapsnak vettem. Annyira szerény vagyok, hogy egyből visszatapsnak vettem. Igazából azért nézem ennyit az órámat, mert 4-kor már máshol kéne játszanom, de nyilván ez nem fog megvalósulni. Úgyhogy, de azt már ott is mondtam, hogy ott késni fogok. Na de akkor egy ráadás mindenképpen belefér. 22 éve játszom a következő zeneművet, flick-flack. Hát harmonikás mű, polkának van írva, de inkább harmonikás virtuóz mű. Fogadjátok nagyon sok szeretettel. Köszönöm szépen!